Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. 8. részéhez érkezett a Guleg, amiről tilos volt beszélni című sorozatunk. Stúdiónk vendége, szakértő vendége, Sinka Jenő, köszönöm, hogy elfogadta ismételten a meghívásunkat. És hát ebben a 8. részben a lágerekről tudhatnak meg többet a kedves tévénézők. Igen, köszöntöm a televízió nézőit. Ennek a táblónak a címe most az, hogy Láger adatok. Itt van megint egy tabló, ahol látjuk a képeket, és azzal kezdeném, hogy a bal felső sarokba és alatta ilyen zöld színnel légi felvételek vannak lágerről. A felső képen egy helységnévhez tartozó telep, mert azt úgy kell elképzelni, hogy egy helységnévhez tartozó láger együttes, az több száz lágerből állt, amiben 2001-egy lágerben 2000 ember volt körülbelül. Ez elég magas szám. Elég magas szám, hogyne? Nagyon sok. Hát nem megyek ebbe a részletekbe bele, mert lesznek más fontosabb adatok is. Az alatta lévő kép, az is egy légi felvétel. Azt hiszem, hogy a csehek készítették, az pedig egy megmaradt láger épületnek a romjai. Hát annyiban, hogy ami kőből volt, azok megmaradtak. És még a kémény, mert hát ha volt kémény, mert azok össze tudtak égni az idők folyamán. Tehát légi felvételben így lehet elképzelni egy telepet, egy láger épületet. Nos, hát akkor az adatokról. Pontos adatok vannak a sárga alapra írt szöveg. Ebből én egy néhányat, pontosan mindegyiket fölfogom sajnos, de nem olyan részletességgel, mert ami ott van, de ahhoz, hogy ebbe elmélyedjünk, meg kell nézni összesen. A főszámokat. A főszámokat, igen. Amit kezdenék, Rózsás János bátyám az, aki feldolgozta ezt az egész dolgot Gulág lexikonban, és annak az első soraiban fölírta azt, hogy a magyar nyelvűeket hányat hurcoltak el. De ebbe beletartozik nem csak akkori Magyarországról, hanem a Felvidékről, Árpátaljáról, még Romániából is, mert onnan csak a magyarokat vitték el. És így ezek az adatok összeállítva most abba a teljesen összesenbe belevettem a hadifogolyt és a Málenki robotot is. Hát a hadifogoly alatt az oroszok úgy nevezték a gulágot, mert önállt mindenki hadifogoly volt, amit nem gulágra vittek el, a következőképpen alakult. Azt mondja, a hadifogoly, tehát ez a gulág, 650 ezer ember, magyar, Málenki robot 120 ezer, és elítélt, egyben kivégzett, az pedig, akiket ott végeztek ki, az pedig 100 ezer. Tehát összesen magyar veszteség, hogy így mondjam, akit elvittek odáig, tehát nem Magyarországon végezték, az 870 ezer ember. Tehát most ez egy teljesen összesített szám, de hogyha részleteznénk, hogy amíg odáig eljutottak, amíg odáig őket elszállították, meg hazatértek 1953. november 25-én, addig milyen adatok voltak. Például útközben meghaltak 138 ezren. Erre vonatkozó már kérdések voltak. Meg a korábban beszéltünk a szállítás módjáról, úgyhogy nem hát csodálkozhatnak a nézők. Az idősebbek, meg a nagy melegben, nagy hidegben, szóval nem részletezem, majd később visszatérünk, mert a könyvtárban már voltak, akik megkérdezik, a telefonon kérdeztek meg engem, hogy hát hogyan számoltak akkor ezzel, akiket kidobtak útközben. Majd visszatérünk rá. Halálra ítéltek 12 ezer embert ott, akit ott végeztek ki. A munkatáborban dolgoztattak 720 ezer embert, és meghalt a táborban ez alatt az idő alatt, amit az előbb említettem, 195 ezer, és hazatért 522 ezer ember. Tehát ha a főszámot nézzük, hogy 870 ezeret elhurcoltak, akkor abból csak 522 ezer ember tért haza 53-ba. És hát ugye azt is tudjuk, hogy milyen állapotban, milyen lelkiállapotban, és hát utána milyen helyzetbe kerültek. Teljesen leromlott állapotban, teljesen, hogy mondjam, soványan, szinte alig éltek. Örültek, hogyha ha életben tudtak maradni, mert az volt az első és legfontosabb, hogy éljék túl azt a szörnyű időszakot, amit nekik ott el kellett tölteni. Az egyik kutató, Hegedűs János, ő is benne volt abban, hogy fölmérje a helyzetet. Azt mondja, hogy
1952-ben, tehát a hazatérés előtti évben az összes gulág, ebbe bele kell tartozni valamennyit, nem csak a magyart, hanem a nemzetiségieket is, mert voltak Ázsiából is, voltak japánok is, voltak kínaiak is, voltak lengyelek is, szlovákok is, tehát ez össz nemzetiségben 1952-ben 50 millió ember volt. Ez mind a gulág rabtelepeken volt, és ez, ebben nem volt benne Bálenki Robot. Akik ott elpusztultak. Hát ez szörnyű számok, de nehéz kimondani is, de ezek a adatok annyira megrendítőek, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy mi a helyzet, hogy mennyire lehetett ez. Többen mértek föl ilyen dolgokat, mehetnék tovább, de közben megmutatnám az első adat alatt a Rózsás János bátyámnak a könyvét. Az most nem biztos, hogy a Gulág lexikon, mert összeválogatott írásai vannak, mert a János bátyám, ismertem nagyon sokáig, ő nem csak a Gulágot dolgozta fel, hanem miután hazaértek, ő mint író is közreműködött, és hát meg tolmács is. És író, és válogatott írásaiból adott közre ott egy könyvet, aminek a címe ott látható. Egy érdekes eset a János bácsival. Ő ugye a nagykanizsai ember volt, és ott volt a MAORT, a Magyarországos Olajipari Részvénytársaság, és hát oda időnként jöttek mindenféle emberek, és többek között Szovjetunióból is, biztos, hogy volt valami érdekük, és mindig a János bácsit kérték meg, hogy tolmácsoljon, mert hát ő annyira megtanulta ott a nyelvet, meg a verset, meg minden az égvilágon, hogy hívták a János bácsit. És az első alkalommal, ahogy megérkeztek ezek a szovjet emberek, a szakemberek, ott mindjárt anyanyelvi szintén tudott velük beszélni, és aztán látták ott a nagykanizsai olajosok, hogy hát János bácsi nagyon-nagyon beszél, és félre hívták, hogy János bácsi, hát ne nagyon beszéljen arról, ami magával történt, azt mondja, ez nem idevaló. Nem kell erről beszélni, már túl vagyunk rajta. Akik itt vannak, azoknak is a családjaiból voltak gulágon. Hát szinte nem volt a szovjet területen olyan, hogy valami ne érintette volna ezt az embertömeget. János bácsinak igaz kell, hogy adjak, mert ezt már máshonnan is meg tudták erősíteni. Nos, menjünk egy kicsit tovább az adatokkal. Tehát az előbb említettem, hogy 1952-ben 50 millió ember. Szente Zoltán, hát ő Dudari környékéről származó volt, a könyvében is leírja, múltkor említettem, hogy ő is mindjárt a 89-es évek után hamar papírra vetette ezt. De tartott attól, hogy ő teljesen kifejezze a neveket, és csak a monogramokat. Nos, hát én tudtam, hogy ő Dudari, és a monogramok alapján be tudtam azonosítani, hogy Csetény, Dudar, Jásd, ezekről a vidékről írta meg a könyvét, és aztán sikerült is beazonosítani. Nos, hát ő is beleszólt ebbe az adatgyűjtésbe, amikor azt mondta, hogy Sztálin alatt, tehát 53-ban halt meg, addig mennyit is? Ez is hasonló szám, mint az előbbi. A Sztálin ideje alatt, tehát az egész korán visszanyúlik még a háború előtti időszakra is, akkor 42 millió ember halt meg. És ezeket így az adatbázisból gyűjtötték össze? Ugyanis ugye János bácsi levelezett rendszeresen a szovjet szervekkel. Meg a többiek is jártak a János bácsihoz, hogy beazonosítsák itt a dolgokat. Azt kell mondanom, hogy a szovjet nyilvántartás azért elég pontos volt, mert ott egy embernek se volt elveszni. Ott, ha ugye naponta kétszer, nem, talán többször is volt létszámelemzés, ha egy ember hiányzott, akkor ott olyan pokol volt, még meg nem találták, vagy ha kiderült, hogy megszökött, akkor ne adj Isten, hogy mi következett. Írtak már erről könyvet is, tehát összevágnak az adatok. Eléggé, ugye az előbb említett 50, most a 42, és ugye ez azért elég sok szám. Mint ahogy az oroszok azt mondták, hogy a háborúban nem tudom én, hány ezer ember, hány millió
veszett oda. Ezt is nagyjából tudhatják. Sőt, a kutató kollégáim, amikor elmentek azokra a helyekre, de az még csak Urálon innen, tehát európai területre, akkor találtak ilyen, hogy mondjam, második világháborús emlékműveket is, és keresték, hogy hogyan jöttek az adatok, és volt, aki a kutatók között rátalált az apjára. Hát ilyen dolog. De hát persze természetesen felkészülten mentek oda, mert sejtették, hogy azon a környéken fogják megtalálni az apja nevét. Megtalálták. Sőt, hogy is hívták, aki elment és forgatott filmeket, igen, ő is bement különböző helyekre, ahol még elővették az adatokat, és bizony megtalálták a magyar nevek. Hát persze orosz betűkkel kicsit ferdített, mert ugye az orosz meg magyar betűk nem ugyanazok, de azért megtalálták. Tehát ezek az adatok, amiket megszerzett a János bátyám, ezek egész pontossággal pontos adatok. Tehát most, amiket én ott összegyűjtöttem, nyilván nekem erre kellett, hogy támaszkodjak, hogy mondjak egy olyan elképzelhető és elhihető adattömeget, amit itt összeszedtem, hogy ez valós, hogy ez valós. Persze az a helyzet, hogy ugye a kutatók mindig kutatnak, bogarásznak valamerre, és most ez a 870 ezer, amit itt az előbb, legelején mondtam, hogy elhurcoltak ennyit, ez sajnos még mindig fölfelé megy. És most kiderült, hogy magyar nyelvűeket már más helyről is szedtek össze, nem akarom mondani a számot, de több, mint a 870 ezer. Tehát ez egy ilyen folyamatos kutató munka, és folyamatosan kutatás, jönnek az eredmények. Hogy mondjam, ezek nem tupírozzák, mert azért a kutatónak pontosságra kell törekedni. Hát ezt a tényszerű adatok közlésére. Azt hiszem, hogy nyáron volt egy kongresszusunk, akkor került ez szóba, hogy úgy néz ki, hogy ez sajnos fölfelé fog menni. És ez tényleg így van. Nos, hát akkor a Szent Zoltánnal hagytam abba. Hát igen, aztán a Bin Gyuri és a Palásti Rezső, ők is írtak egyfajta kimutatást. A Bin Gyuriról azt kell tudni, azt korábban említettem, hogy a festmény Magyarországra kerülésében részt vett. De azon kívül meg is írta az Elveszett Évek című könyvet, amiben sok mindent leírt, őt az apjával együtt hurcolták el, ő akkor 16 éves volt. Tehát nagyon fiatal. Nagyon fiatalon, 16 éves volt, és az apja menet közben halt meg. Hát az már jóval idősebb volt természetesen, nem bírta a szállítás körülményeit, és meghalt. Na most a Bin Gyuri is összeszedett egy más irányú adatot, mégpedig azt, hogy ugye voltak, hogy mondjam, egészségügyi, meg tisztálkodásból adódó elhalálozások. Ezek, hogy mondjam, veszélyes dolgok voltak, mert egy járvány végigment egy-egy területen, és a legveszélyesebb a flektifusz volt. Ez az a tifusznak az a formája, hogy az élő emberben van, de ha meghal, akkor kimászik belőle, és megy a szomszédba, átviszi, átfertőzi, és az a fertőzés az egész lágeren végig tud menni. Hát a szolyvai tábor, hát azt is említettem talán, a szolyvai táborban a nevek, rengeteg nev van felsorolva, ott szerintem, mikor gyűjtötték be, mert ez egy gyűjtőhely volt, gyűjtötték oda, egyszerűen nem tudták kezelni a dolgot. Rengeteg ember. Tehát akkor volt a fertőzés veszély, nagyon sok mindenki csak a kezdete volt, ez is beletartozott a szállítás. No, visszatérve arra, hogy ez a flektifusz és az éhség egy télen át, tehát ősztől a tavaszodásig, ezt kérem szépen egy helyen, most azt nem emlékszem rá, hogy melyik helyen, hát biztos ott abban a környezetben, ahol ő volt, a 37 ezer emberből, tehát ősztől tavaszig 1700 ember maradt meg. Ennyire pusztított az ottani körülmények adott a éhség és tifusz. Hát a tifusz az rettenetesen tarolt, és az szinte megállíthatatlan volt. Az éhség, hát éhség. Aki nem bírta, az hamarabb, hogy úgy mondjam, elpusztult, mert sajnos így kell mondanunk, hogy ez pusztulás volt, elpusztultak. Nem egyszerű meghalás, hanem valamiben kellett nekik befejezni. Hát először gondolom lélekben, aztán fizikálisan is. Igen, a lélek is nagyon, hát a Placid atya megírta a négy
hogyan éljük túl a dolgokat, erre most nem térek ki, könyvbe is megírták. Először is azt mondta, de azért egy mondatot, hogy nem kell dramatizálni a helyzetünket, mert az csak ront. Tehát próbáljuk elviselni azt, hogy most ez van, ezt kell túlélni, és nem szabad összeesnünk benne gondolatilag, mert az súlyosbítja a helyzetünk. A más három tétel is mind azt sugallta neki, hogy ember maradjon ember, segítsen egyik a másikának, hogy látja, hát ő pap volt, ugye, Placid atya, és majdnem 100 éves volt, amikor meghalt, és ezt túl kell élni. Hát egyszer említettem, hogy a Recski kényszermunkatárban a Székesfehérvári Dosztán Béla bácsi, meg a Tabódi Pista bácsi, azok tartották a lelket. Az is egy hasonló tábor volt itt Magyarországon, Recsken. Hát igen, meg arról beszélgettünk, mert csak ilyenfajta hát szemlélettel a túlélők beszámolója alapján ez volt az előremutató. Akik ebben, hát úgy mondtam, túlélték. Tehát a tifusz és az éhség így tarolt. Kérem szépen, már én említettem, de elnézést kérek, hogyha a ismétlésről bocsánatkozok, már a nézők közül nem biztos, hogy mindenki minden részt látott, de az adat is, meg a témakor is úgy átlapolódik. És akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a holokausztot ezt a gulágot hogyan értékelték. Hát szörnyű volt. Én voltam Auschwitzban, Birkenauban, megnéztem azt a körülményt. Ugye mindenki, sokan beszámolnak róla, meg írások, meg dokumentumok vannak, hogy tulajdonképpen, ahogy behordták őket, ki volt írva, hogy a munka megszabadít. Ez volt a csel. Hát csel, hát nem mentek ők oda, hanem vitték őket. És kérem szépen, ott rövid időn belül, már amennyire gyorsan ezt tudták csinálni, azt a rengeteg embert végeztek velük. Tehát megsemmisítették, egy népirtást végeztek. Így is kell mondani, hogy az a holokauszt az egy népirtás volt. Na de ez a gulág sem volt egy akármilyen, sőt ez még korábban kezdődött, mondtam a múltkor is, hogy 1905-ben. És ez egy olyan nagymértékű és hosszadalmas, kínzó, fárasztó, és ebbe belebetegedett, ebbe belepusztultak, szinte az éhhalálig dolgoztatták őket, aztán majd egy következőben kiderül, hogy amikor már olyan soványak voltak, hogy nem tudták dolgoztatni, meg már élelem se volt, akkor hogyan likvidálták a létszámot, mert hát annak már nem volt értelme, csúnya szavakat használok, nem volt értelme részükről ott tartani őket, őrizni, mert hát képtelenek voltak, lesoványodott 30 kilóra embereket, szinte csontváz, ugyanolyan grafikai megjelenítést tett a Balder grafikáiban, mint amiket a holokausznál látunk, hogy csont emberek, lesoványodott embereket látunk. Tehát ugye, embertelen volt mind a kettő. Teljesen. Ez is egy népirtás volt, ez egy másfajta, de ez is az volt. És kérem szépen, ez a környezet elviselhetetlenné vált. Tehát abba pusztultak, tehát végkimerülésig dolgoztatták őket, és ez volt benne a nagyon fárasztó, és nagyon nem azt mondja, elviselhető, mert nem tudták elviselni sokáig. Kénytelenek voltak feladni az életüket, ha akarták, hanem nem bírta fizikailag, lelkileg még rosszabb állapotba került. Tehát ezek mind oda juttatták az embereket, hogy amennyire lehet éljék túl. Szinte közel harc volt egy morzsáért a kenyér, napi kenyér adag megkapása után ahhoz, hogy az életbe tartsa magukat. Úgyhogy ez egy olyan embertelen kínzás, és nem is tudnám még milyen jelzőket használjak rá. Na most a tablón a legalsó sorban látunk három képet. Ez tulajdonképpen egy-egy kép mozzanat arról, hogy milyen munkát végeztek. Kézi erővel mindent. Hát ugye gép, hát ott volt a rengeteg ember, azt lehetett kínozni. Követ törtek, követ szállítottak velük, és aztán teljesen nehéz körülmények között, szinte hidegben, vagy éppen hőségben kellett elvégezniük azt. És akkor a jobb szélső képen azt hiszem, hogy az van, hogy egy lovas fogat, ugye ismert az ottani lószerszámnak ez a nyakra készített
nem tudom minek nevezik, lószerszám, mögötte egy lovas, egy kocsi, és azon hullák voltak föl ábrázolva, tehát lefényképezve. Ez azt jelentette, hogy reggel körbe ment minden barakon egy lovaskocsi, sőt több is, bekiabálták, hogy van halott? Hát van, és akkor vitték és földobálták. És akkor azt minden nap el kellett szállítani, mert hát ott nem maradhatott a többi között a flektifusz, az vitte tovább. Tehát így fejeződött be. Szörnyű munka, a munka nagy részéről nincsenek felvételek, de a leírásokban megtalálható. Ami mint mondhatjuk azt, hogy egy ilyen hosszadalmas munka, hiszen a túlélők beszámolói alapján megírt, illetve mások által összeszerkesztett, de az ő beszámolók ikon alapult. Nagyon jól mondja, a legéletűbb, a legpontosabb adatok azok, akik ott voltak. Az én interjúim is mind olyan, hogy mondjam, hitelességgel, olyan őszintén tudták elmondani azt, amit át kellett, hogy éljék, és akinek az 522-ben, jól mondom, talán az beleesett, annak nagy szerencséje volt, hogy haza tudott térni a családjához, ha még megtalálta őket. Ugye most is mondtuk el már többször a műsor alatt, hogy a könyvtárban ezt a tablót, illetve a korábbi részhez Igen. kötődő anyagokat is Köszönöm láthatják. Köszönöm szépen, hogy emlékeztetett erre. Ugye ezek a tablók ott megtalálhatók a székesfehérvári szénatéri könyvtárban. És ott alatta vannak ezeknek a könyveknek egy-egy példánya, amit beazonosíthatnak ezzel, amit én itt összeszedtem, és még más könyvek is. Sőt, a könyvtárnak is van még ehhez a témakörhöz kapcsolódó könyvei, amiket ott elkölcsönözhetnek. Úgyhogy javasolom, hogyha erre alkalmuk és idejük van, és érdekli a téma, nem egy szívrengető, de meg kell ismernünk a múltat. Ez volt tehát a 8. rész. Egy kicsit, hogyha előre megyünk egy gondolat erejéig, mire számíthatnak majd a nézők a következő adásban egy hét múlva? Hát igen, kivégzésekről is lesz szó. Nem szép dolog az, hogy hogyan történt a kivégzés, mi történt a kivégzés után, vagy az elhunyt alapján hogyan tették el a tetemeket, erről is lesz szó. Képekkel együtt, amit ugye a Baldajev grafikáiban bemutatott, azok is hitelesek. Úgyhogy ez lesz azt hiszem a következő. És majd a 10. az egy befejező, majd meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt volt. Igen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket fehérvári beszélgetésekkel. Természetesen minden este számítunk a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban. Mi pedig ezzel a témával, a Gulag, amiről tilos volt beszélni című sorozatunkkal egy hét múlva jelentkezünk pénteken. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra, kellemes időtöltést kívánok!